Idem potom, prídem, sa si k tebe rati srdí. Odun opoštál, opod lejeb árad. Jedu plumický vél. Zana nejakú mi ty rakén. Jara jara öröt. Messi, messi, messi ne baszolja. Jordi Alba, Jordi Alba. És ott van, ott van a bagadra. Jó, Peti, ne szórakozz, mindjárt kezdünk. Kedves hallgatóink, ez itt a Kapsz egy füles adása. Jó szórakozást kívánok. Magyarország két kópé testvére, akik vénségükre sem komolyodtak meg egy cseppet sem. A Sipos család dupla ékessége, Tomi és Peti. Szép estét csinálunk, ez itt a Kapsz egy fülest. Bing, egy füles. Na nem kell megijedni, ma este nem a pofonok fognak csattani, hanem csak a poénok. Lesz itt móka, kacagás, nevetés, tánc, és persze lesznek sztárok töménytelen mennyiségben, de három biztosan. Hogy mik a játékszabályok? Hát ezt elmondja nem más, mint Tamás. Így van. A játékunk egyébként végtelenül egyszerű. Ismert kedves celebjeinknek a fülébe rakunk egy apró kis mikrofon, illetve egy hangszórót, azon keresztül mi pedig különböző utasításokat mondunk nekik, amit ők gondolkodás nélkül végrehajtanak. Vagy nem, éppen attól függ, ez kellemetlen szituációkba sodorjuk őket, vagy éppen kellemesbe. Meg fogjuk látni, mi fog történni. És persze a végén mi pontozni is fogunk, ők is egymást, de mi is beleszólunk a pontozásba, és így alakul ki majd a végeredmény. Aki a legutolsó lesz, az lesz a nap lúzere, aki megnyeri, az meg a nap győztese. Lássuk, ki az első. Egy fantasztikus férfi. Akit vétek lenne kihagyni. Aki megjárta a Sztárban Sztárt. És még mindig egy óriási sztár, itt van velünk. Kefi! Az urhangú bariton, lányok és asszonyok álma, féltékeny férjek rémálma, a cseppet sem tej fölött szájú. Kefi! Szevasz, király! Üdvözöllek! Szép a ruhát, szép a lovad! De hogy vagy, mióta nem láttunk? Köszönöm szépen, jó! Szóval, hogy érezted magad nálunk a forgatáson? Nagyon-nagyon jó, de szerintem ezt majd itt láthatni is. Láz, biztos vagyok benne, biztos vagyok benne. Volt olyan feladat, ami azt mondtad, hogy jó, az már necces? Mindegyik. Na, hamarosan megnézzük. Nem leszel egyedül, hiszen itt ismered őket. Együtt forgattatok, a jóban, rosszban együtt voltatok pár igen napig. Hölgyeim és uraim, következzék. Egy fantasztikus művésznő. Egy drága családanya. Egy igazi bővérű asszony. Hölgyeim és uraim, Cseke Katinka! Az elbűvölő díva. Egy élő és visítva nevető energiabomba. Igazi szőke, nehéz bombázó. Cseke Katinka! Hello, drágám! Szia, édes! Sok! Köszi, Nyuszi! Foglalj helyet, örülünk, hogy itt vagy! Szia! Na jó, elég lesz a puziszkodásba, jó? Hiányoztunk, gondolom nagyon. Kefírnek ennyi pontot szeretnék adni. Én meg ennyit neked a bejövetelé. Egy biztonságőr hátállóval voltál be. Minek igen tudható ez be? Féltél esetleg, hogy itt bármi baj ért téged itt a stúdióban? Nem, úgy gondoltam, hogy ez ilyen jó belépő egy férfi hátán, ilyen veszélyes. Egyébként visszagondolva a jelenetekre, én azt gondolom, hogy mi teljesen fölöslegesek voltunk ott. Te megcsináltad onnan egyedül ezt az egész műsort. Olyan vénád volt ezeket a hülyeségekhez, hogy... De ma esti soban hárman vagytok, úgyhogy hadd szólítsuk be a harmadik társatokat. A kemény csávót. A bajnok. A faltörőkost. Az emberevő. Az izomagyot. Az szörlő. Olyan a hajaod, véged van. Nagyon jó haja van. Várdosi Sanyi! Sanyi, gyere, hagyj neki! A dupla Nelson hazai nagykövete, a tatami és ring császára, egy igazi kópé fejű rossz fiú, Bárdosi Sanyi! Ja, hello! Hello! De rossz volt, Istenem, de rossz volt! Mirko! Bunyó! Megveszett, 100 kiló vagyok! Nagyon megszakadt! Jó, de mi együtt állom ezt? 250. Hát Sanyi, téged is köszöntünk itt a Kapsz egy füles stúdiójában, mint a többieket egyaránt. Hogy érezted magad az forgatási napon? Kiváló volt. Szeretném. Érdekes volt, nem? Egy kicsit így. Furcsa egyébként, tehát nagyon furcsa az, hogy nem a saját, tehát magad ura vagy. És volt olyan mumus feladatod, hogy mit csináljál? Az első feladatok az volt, hogy egy jóga stúdióba gyanútlan
tornázók közé be kellett mennetek, és ott mindenféle őrültséget végezni, zajongani, bontani a rendet, hát meg neked aztán nagyon ment, de szerintem a többiek sem volt panasz, mindenki a maga módján fantasztikusan oldotta meg ezt a feladatot, nézzük is meg. Elsőként Sanyi, hogy csinálta a fesztivált? Itt vagyunk a helyszínen, egy csodálatos belvárosi fitness és jóga teremnél, ahol ma egy kis kavarodást, felfordulást fogunk okozni. Celebieinket egy általunk szervezett jóga órára invitáltuk, a civilek nem lesznek beavatva, viszont celebieink fülében lesz egy ilyen kis hangszóró féleség, mi pedig egy mikrofonnal különböző utasításokat fogunk nekik adni, hogy miket csináljanak a jóga órán. Nem lesz könnyű dolguk, sőt, kapnak tőlünk egy táskát is, amiben elrejtettünk néhány huncutságot, úgyhogy bizonyosan meg fognak lepődni, hogy mit keres egy kannásbor a jóga órán. Már az ülés. Finoman halkan mondd a csajnak, hogy régen sportoltam ám sokat, de nem látom. Belőzés. Majdnem elrögtem magam. Régen sportoltam ám. Szép lassan elkezdheted a táskából kipakolni, van ott egy szerzetes ruha, vedd elő, légy szíves. Szerzetes ruha. Nekem nem volt. Én mondjuk készültem, úgy láttam, a többiek nem. Készültem. Vagy ezt esetleg nem kell volna elhozni? Vagy úgy, hogy az úgy csinálsz. Viszont csak gondolásig, légy szíves. Nem. Egészségemre. Egészségemre. Most ezt találom, hogy belőled a csík. Előjött a csík. Van egy zacskó perec a táskádban, azt vedd elő, légy szíves, kezdj el vele molyolni, és csináld úgy, hogy kiszorodjon a földre. Egyet az jegyé meg kamuból. Hiszem, még ez nagyon fontos. Ha leesik a vércukrom, ideges leszek. Ha a vércukrom leesik, akkor nagyon ideges leszek. Ne arra ugyanak. Úgy azt mondom, hogy megélj nyugodtán. Se egy vérceget? Egy kettőt állom, toljál, látod a nekem földön. Köszönöm. Kínáld meg őket. Vigyázz, ne taposd össze, összetaposod, akkor nem bírom meg. Nagyon hanyag. Állj föl és menj oda a jobb szélen levő úrhoz, és kérd meg, hogy cseréljetek helyet. Hogy jut az esetekbe? Osonok, figyeld, osonok! Ő csinálta, hallod? Macska, de rendes vagy, köszi, haver. Köz, rendes vagy. Nagyon rendes vagy, köz. Ehhez perecet nyugodtan. Befele figyelünk? Az megy nekem. Ja, azt hittem, hogy meg... Tedd ki a bort magad mellé, egyelőre tedd le a földre. Hát azt mondtad, hogy befele figyeljünk, ehhez nekem kicsi... Mondd, hogy bocs, ennyi a hívás, fontos hívás. Várjál. Ezt muszáj felvennem. Most muszáj felvennem, ne haragudj. Ezt muszáj felvenni, ne haragudjatok. Halló. Mondd azt, hogy egy tárgyaláson vagyok. Tárgyaláson vagyok. Igen. Öcsém, ne szórakozz velem! Ne szórakozzatok már! Hát ez nem így működik, nem érted? Figyelj ide, ha ez fog történni, oda fogok menni személyesen. Na jó, hát ha nem úgy van, ahogy megbeszéltük, akkor oda fogok menni személyesen. Széttépek 10 rogyot, olyan ideges vagyok, mondd nekik, hangosan mondom. Mindjárt széttépek 10 000-est, olyan ideges vagyok. Most mondd hangosan, hogy kinyírlak, és utána kérj elnézést a jogaútkötőtől. Szétüklek, nem érted? Bocsánat, elnézést. Csapd le a telefonon, és dobd be a táskába. Bocsánat. Vissza hülyék kezek. Vágod le, ne tudod, hogy kácsi be. Össze-vissza beszélj, tesz minden. De figyeltem már végig. Itt voltam végig. Egyet benéztem, bocs. Igen. Egyen maradtam csak le. Ez a váratos gázló madárpóz, megismerem. Rög, igen, rög.
Nem, ez a bánatos gázlomodár pózes, hogy ismerem, ezt mi is csináltuk régen. Mikor jön a bunyó rész? Mikor jön a bunyó rész? Hagyjuk. Mikor bunyó rész? Hagyjuk. Ebből még kérek kettőt, légy szíves. Ágyibéből. Ezeket ismerem. Hátul hogy? Hát rajta ülök. Ez most hogy? De ez kinek jó? Ez kinek jó? Egy kis versike. Viszket a farommal megvakarom, mégpedig ott, ahol én akarom. Nem is gondoltam, hogy ilyen vidám dolog ez a jóga. Vidám dolog ez a jóga, azért nem? Reggel, mikor jógázok, akkor jönnek a jógázok. Jönnek azóta a jógázok? De miért? Tudod, milyen kellemetlen? Szerencsére láttuk. Én be nem mennék. Szerintem visszaadták a kombinált bérletüket egy hónapra. Visszakérték az árát. Pontozni kéne egyébként. Nézzük meg akkor, hogy hány pontot adtok. Ti hány pontot adtok erre? Pontozzál. Nekem ez egy ötös. Várjál, a tízes itt maradt. Igen. Nagy vonalúak vagyunk. Esélyt megadtuk, érted? Na. És ha most jól tudom, akkor... Művésznő, adja elő magát a jóga színpadán! Azaz, gyere be, ülj le, azaz. Igen. Pici pakolás. Rángasd a cipzel. Lejött? Úgy. Zörögjél a nájlonnal. Találsz ott benne egy ruhát, légy szíves, azt vedd ki először, jó? Azaz. Ja, Katinka, csecsek. Jó, tudod? Azt hittem, ez szükséges. Ja, nem kell semmi, ne legyen. Hát, mindegy most már. Bocsánat, egy pár kelléket, hadd rakják már ki. Még kirakhatok egy-két dolgot? Ezek nekem nagyon fontosak. Kell az ellazuláshoz. Szükségem van az ellazuláshoz. Ti azt kannásból? Én, ha mennék jogára, akkor biztos vinnék magamon a gyűlökból. Majd dőjél hátra, mint ha elborultál volna. Frankon elborultál? Mondd, hogy bocs. Elnézést. Közben. Hosszan. A kislány oda lett. A tévébe állíthatok segíteni. Ez nem kell? Ezt úgy mondjuk hozzá, mert ezt én láttam a tévébe. Hát ez az ezt nem kell hozzá? Próbáld meg ugyanezt K betűvel és k-k-k-k-k-k-k-k. Kom. Táskában találsz egy pénztárcát, szórsz ilyet az apró pénzt, és kezd el összeszedni. Véletlenül borítsd ki.
Jézus Mária! Találni fogsz ott egy füstölőt, vagy többet is a táskában. Ülj be egy pózba, mint a kis buta, vagy a síva, jó? Jó, most pihenek egy kicsit. Jó, a kaját! Nem csinál semmit. Eddig semmit nem csinál. Ez örögi, ez örögi. Bocs, nem tudod ezt, hogy kell használni? Szólj a mellette lévőnek. Nem tudod ezt, hogy kell használni. Ó, nincsen tüzem. Nincs valakinek tüze? Nincs tüzete? Igen, sportos. Sajnálom. Ez most nagyon fontos lett volna. Pedig ez most nagyon fontos lett volna. A végső ellazuláshoz nekem ez kell. Mert a végső ellazuláshoz szerintem a füstölő az nagyon fontos dolog. De hát, ki tudjátok. Ezt is láttam egy Steven Seagal filmben. Mert ez egyébként egy Steven Seagal filmben is volt. Na. Izguljatok, hogy működjön. Na, ebből is látszik, hogy humbuk az egész. Ebből is látszik, hogy ez az egész egy humbuk. Vedd ki a szobrokat, és szépen tartsd a kezedbe. Légy szíves, jelentkezz, hogy szeretnél kimenni pisilni. És gyerekek. Kimeltek pisilni? Köszönöm. Minden tiszteletünk a tiéd. De majd szolgattál a gyerekek. Ha ilyen fa arccal ezt végigcsinálni, és nem röhögted el ezeket, nem. Nekem végem. Ugye ebben az a durva, ez a jóga, ez egy nagyon meghitt helyzet, ott csönd van. Meg. Én egyszer voltam jógázat, engem rögtön rám szólt a pillanat. És jöttek a jógázat? Jöttek a jógázat, azóta jönnek a jógázat. Úgy érzed, hogy megszerettek ott téged? Nem, gyűlölt. Én is úgy érzem. De nézzük, fiúk, a pontokat. Nézzük a pontokat, fiúk, lányok. Én négyes adok. Négyes. Jó, de nagyon nagy vonalú vagy. Én hatot adok. Nekem tetszett. Nekem baromira tetszett. Melyik nagyon idegesítő volt végig. Igen. Ez volt a feladat, de tök jól csinálta, nem rögte el, meg minden. Igen, egyébként te pedig olyan megnyugtató voltál végig. Nem, de én bénábbnak látom. Többen ezek után hívni fognak, hogy a Várdos és Sanyit hívjuk már be jógaórára. Ez mindenkinek jó. Várdos és Sanyi jóga. Igen, tartsa ő. Az a minimum. A minimum, mert a 9-et, azért mert ő nő! Azért is. Az igaz. Mert zseniális nő, azért. Az igaz. Szuper volt. Hát, Kefir, te következel. A te higgadságod az lenyűgöző kíváncsi volt, de a... amúgy, kíváncsi leszel? Na most mindjárt meglátjuk. Jó. Nézzük csak meg, milyen volt Kefir? Két napig jártam karatézni. Igen? De tudom, hogy az nem számít. Tudom, hogy nem számít. Szólj a melletted lévő hölgynek, hogy bekerültél a sztárba, a sztárba. Csak súgjad neki. Bekerültem a sztárba, a sztárba. De azért ez nem semmi. Elképesztően jó vagyok. Elképesztően. Ezzel nem tért rá a pofámra. Van ott egy fiatalabb hölgy, vele próbálj meg egy kis kontaktust teremteni. Vagy szólj oda neki, hogy te már régóta jársz. Te már régóta jársz? Régóta jársz? Nem. Ja igen, tényleg fenn volt a kezem. Nem most is lehet. Miért nem? Mit? A fiatal lánynak mondja, hogy nem ismerjük egymást. Hello, köszönöm. Nem láttam fiatalon. Ismerős vagy pedig valahonnan. Biztos, hogy nem jogázni voltunk együtt, az neki, mert neked is az első. Biztos, hogy nem jogázni voltunk együtt, tuti. Neked is az első. Kezd el légy szíves énekelni. Éjfél után. Na, éjfél után.
Énekel. Van ott egy csomó kaja a táskában. Kezdj neki pakolni egy kis mondjuk először sajt. Büdös. Mondta, hogy leesett a vércukrod, muszáj enned. Leesett a vércukrom, egy kicsit muszáj enni. Zörögi, nyugodtan zörögi. Nem adtam sajtot. Vigyél, vedd ki a kolbászt akkor, nincs meg a sajt. Bonts ki. Az egyik kezedben legyen a kolbász, a másikban a lábad, így gyakorlat közben, jó? Hallod, ezt ki tudom egyenesíteni, nézd meg. Azért nem eszek szénhidrátot, meg kézülök a sztárba. Mi van ez a szénhidrátot, majd kézülök a sztárba. Most csak kicsit bőrre, mondom. Ha ezt a gyakorlatot megcsináltad, vedd el a bort is, jó? Kicsit lehet, hogy fogadom, szerintem. Na, ne haragudjatok rám. Mondd, hogy ezt nem bírom tovább csinálni, feladom, hogy ihatsz egy kortyot. Feladom, ezt már nem bírom. Ihatok egy kortyot? Vedd le a kupakot és húzzá bele a borba. Nyugi, szörpem be. Kicsit ülhet mellé a nyakadba is. Kérdezd meg a hölgyet, nem kérsz, nem kérsz? Szigeten is ezt hittuk, kannásból. Szigeten is ezt hittuk. Egri leányka. Egri leányka. Patera hozta Egerből. Azt mondta, hogy ha veszek 5 litert, akkor akciós. Szólja a fiatal lánynak, hogy tudsz neki szeretni, ha kell. Nagy tételben, nem érdekel kannásban? Tudok hozni neki. Nagy tételben. Nagy tételben. Kolbász, ha kínáld meg, mondd, hogy te bökted. Kolbász is házi. Kolbász is házi, magunk böktük. Kolbász is házi, kérte kolbász. Ezt is fogok szerezni. Fater mindent intéz. Fater mindent intéz. És már ki is elégültem. Nagyon jó vagyok. Ha kinyomod a fenekedet, nyögél, hogy uáááá! Köszönj hátra a lábad között. Hello! Hello! Figyelj ide, Kefi! A legnehezebb feladatja, próbáld meg a többieket is belevenni, hogy énekeljenek az éjfél után. Jó? Próbáld meg! Éjfél után! Gyerekek, nem akartok énekelni velem? Énekelj már kicsit. Kicsit énekeljetek már! Énekelj! Éjfél után! Gyerünk, mindenki! Mindenki! Kezeket a magasba, gyerünk! Éjfél után! Ne arra ugyatok, csak rég volt fellépésem. Most csak rég volt fellépésem. Hiányzik a közönség. Hiányzik a közönség. Hát még a szeretet. Gyerekek, hogyha nem tetszik, akkor én szívesen kimegyek. Csap be az ajtót. Biztos? Nem megyek gyúrni inkább oda. Jó? Ha valakinek kell, akkor adásborba szóljatok. Itt hagyom a bort, ha valakinek kell, így álltok el, jó? Köszi. Az a legjobb, akit kiutálnak. De hogy van az a szám, amit tudod ezt? Nem, nem, hogy tetszett nektek? Lássuk, ez pontokban mit ér. Nekem 6-os. Miért? Nekem ne nagyon tetszett. Neked is 6-os. Talán egy 8-os. Túl vagyunk egy jogaórán. Egyelőre úgy néz ki, hogy elég szoros az állás, de nem dölt el semmi, hiszen hátra van még 2 feladat. Ráadásul az egyikben egymást fogjátok utasítani, és egymás idegeire fogtok menni. Nézzük meg, mi is a ponttáblázatunk.
Lám, lám, kiderült, hogy a jóga és a hajlékonyság nem csak a nők kiváltsága. Sanyinak 16, Katinkának 19, Kefirnek pedig 20 pontja van. Most egy rövid időre magukra hagyjuk önöket, kicsit gyújtóztassák ki magukat, egy kicsit jógázzanak, hiszen reklámok következnek, de utána várom mindenkit vissza ide a Kapsz egy fülesbe. Már is itt vagyunk ismét a Kapsz egy füles stúdiójában. Ma még kétszer fogjuk őket két vára fektetni. Eddig minden rendben? Igen. Nem vagytok éhesek esetleg? Szomjasak. Mit ennétek? Egy jó lángos. Én egy jó lángos. Egy jó lángos. Hát jót azt én is ennék, de amit ti csináltatok. Jaj. Kimentünk a római partra, bekameráztunk egy lángosos helységet, ahol is ezek a drága emberek árulták a lángost. Úgyhogy természetesen a civilek itt sem voltak beépítve. Nézzük meg, mi történt. Itt vagyunk a legendás római parton a következő helyszínünkön. Egymást érik a hurkasütők, a hamburgeresek, a lángososok, imádjuk ezt a helyet. A lángososok, mégpedig ez azért fontos, mert ma lángos fogunk sütni ismert sztárjainkkal. Én például nagyon kíváncsi vagyok, hogy Katinka tud-e valójában lángost készíteni. Vagy hogy Bártos Sanyi hogy birkózik meg, úgymond a tésztagyúrással. Vagy hogy esetleg Kefir ismét dalra fakad-e az olajos lábos előtt. A celebjeink fülébe benne van a kütyű, amire megint mondjuk az okosságukat, hogy mit csináljanak. Nem lesz könnyű dolog, figyeljék meg. Na gyertek, szórakozunk egy jót. Kicsit promóciózd a lángosodat, hogy lángos, lángos. Na mi van, senki nem akar lángost enni ma? Én nem is fognak. Szia. Sőm a sajtos lángos. Szia, sajnos, tiszteletem, tiszteletem. Jó napot, én vagyok a Dodi bácsi. Miért kér a Dodi bácsi? Lángos, hogy hívják most? Sajtos tejfölös, micsoda ez? Nem tudtam kimenni az olimpiára, ezt kell csinálni. Jó. Nem jutottam ki az olimpiára, nézd meg lángosítok. Tiszta ciki, mi? Mit röhögsz? Gyere ide össze, segítség! Majd ezt le véletlenül. Na. Jó. Egyéb bele a sajtba közben, de úgy, hogy lássa is. Sok sajtot szeretnél? Sok sajtot, nyilván. Azaz. Uri van! Várjál! Kenyél az arcodra tejfölből harci csíkokat két oldalra, jobbra-balra. Nagyon komoly! A harci lángos. Így van, a harci lángos! Jöjjön fel a gyerekkel! Ez a srác gyógyszerre piázik. Megtörlöm. Milyen lángos szeretnél? Ha milyen van? Ha van nyers. Add neki a nyers gombócot, annak a süsse meg otthon. Figyelj, akkor én megmondom, tessék. És akkor figyelj, ha megcsinálod otthon magadnak, amilyenre szeretnél, gyere. Inkább ne. Én rád bízom, de jó legyen. Hát, hogy jó lesz, az kérdés. Az arcodra rányomod, és az kis tud azt a formát. Na várjál, figyelj, kitaláltam neked egy jót. Csak neked. Csak neked, mert nagyon szimpatikus vagy. Kiformálom az arcomat, és úgy sütöm ki neked. Tedd is rá az arcodra. Tessék! Jó, ne! Ez otthon leszeded! Tészta ember! Tésztaság félegészség! Tésztaság félegészség! Tésztaság lángost! Ne! Hát, Sanyikám! Hát az vitoszt, hogy ma biztos senki meg otthon magadnak, hát a végem volt. De haver, az jól elmondom. Nagyon örülsz neki. Nagyon élvezte ez a film. Nagyon élvezte. Sütöttél lángosába valamit szerintem. Na hány pontot érez meg? Nekem ez ennyit ér. Egy 8-as? Neked is! Ennyire tetszett! Nagyon! Csak azért, mert nem fogadtál szót, 3-as. És most pedig nézzük meg, hogy Katinka, hogy készíti nekünk a lángost. Én úgy szégyeltem magam. Nem baj. Pedig itt aztán nem. Így hanyagú szólj ki a főnöknek, hogy megjöttem. Megjöttem, főnök! Kezdjél el kiabálni, hogy az következő fél órában ingyen van a lángos. A következő fél... Jaj, főnök, belenyúltam a zsírba. Jaj. Lesz ez még így. A következő fél órában ingyen van a lángos. Jó napot! Csinálj, drága! Ingyen lángos van. Jó napot kívánok! Sajtos... Üresen? Magába? És az miért jó? Jó, akkor csak egy kicsit tejfölös. Kezdj el összeomlani, egyszer nem megy ez nekem, nem jön ki sehogy. Annyira unom már a sorozatot.
és annyira szeretnék valami más csinálni. Meg akartam szerezni a Jóban Rosszbanban a konyhát, de nem engedték, hogy én főzzek a stábra. A Jóban Rosszbanban van egy konyha. Megkértem a producert, hogy engedjen már oda. A sajtba, egyél egy picit belőle. És egyszerűen nem. Bánatot be ezt. Nem engedik, nem kell sajt. Jó, akkor egy kicsit. Tűnjél le egy darabot, és kapd be, amit ott mondod. Jó, köszi szépen. Egy picit letörhetek. Komolyan, nem baj. Hogy meg? Nagyobbat is letörhetek. Adj neki még egy fél lángos bónuszba, tépjél el egyet ketté, és adj egy felet. Adjak egy felet. Adok még egy lángost. Egy felet, tépd el. Mondd, hogy te is szereted, hogy nem tudom. Fogyó kirágot. Jó. Nyugodtan tépje. Tessék. Köszi és kicsit. Nagyon szépen köszönöm. És elvitte ez a durva. Ó, maga milyen magas ember. Nem a Pataki Attila vagy? De nem a Pataki Attila vagy? De nagyon, úristen. Adj már egy autogramot. Ne, adj egy autogramot, Ati. Jól látszázod magad ezzel a szemüveggel. Nagyon jól látszázod magad ezzel a szemüveggel. Nem is tudtam, hogy az Attila szemüveges. Egyébként én nem is tudtam, hogy az Attila. Főnök, maga tudta, hogy a Pataki Attila szemüveges? Jaj, kész, told az arcodba, ha kész. Ráment a nadrágjára. Bocsánat. Csap magad arcon meg. Sajtos tejfölös nyomd az arcodba. Be is kaptam. Na jó, tessék, ne csak rátok menjen, rám is. Kézzel nyomd az arcodba, léci, léci, léci. De a lángost! Tessék, szívesen. Figyelj, ott van hátul az a kis dobozba, az a gekkó. Hozd előre a pultra, és mondd, hogy van gekkós lángos most az Amerikában nagyon menő a színészek között. Gekkós lángos, nem akartok? Tudod, milyen gyorsan megsütöm? Belerakom a serpenyőbe, 2 másodperc alatt megsül. Nem akartok, de miért? Mutassa már meg a gyerekeknek, milyen egy igazi férfi. Nem a fagyit nyalogatja. Húzza le. Jó nagy nyelve van. Jó nagy nyelve van magának, uram. Ha van, hát. Bizony. Bocsánat, ne haraguljanak, hátra kell mennem telefonálni. Elnézést, hátra kell. Viszlát! Gyere vissza, és mondd, hogy kirúgtak. Hát, uram, engem most kirúgtak. Ajja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 j
aztán kiderült, hogy tegnap volt, és ma már lejárt. Katinka ugye vitte el? Jaj, az öreg! Katinka ugye vitte el? Maga kis úrcsúr! Fiúk, hogy tetszett Katinka? Nagyon, főleg az, hogy unja a sorozatot. Engem ki fognak rúgni. Nekem vége. Vége, de hogy van. Fiúk, pontozunk. Köszönöm szépen. Legyetek kőszívű emberfiai. Ott egy hetes, mi adunk még egy tízes. Még egy kicsivel jobb is volt, mint a Sanyi. Egy tízes. Mi egy tízes? Jaj, ne már! Úristen! Köszönöm szépen! Hát nem tudom, hogy ezt az ócska poént elsüssük, de szerintetek a következő filmben lesz-e kefíres Sándor? Ezt miértek lett volna kihagyni? Jaj! De azért jó volt! Isten, ez tényleg jó. Laktóz érzékenyek, most ne nézzenek ide. Miértek lett volna kihagyni? Udorító! Mit szeretnétek? Csak nézd őket, csak nézd őket. Kezdjél mosolyogni, mosolyogni, mosolyogni. Várt, hogy felismerjenek. Igen. És mi a baj? Ismerős valahonnan? Semmi. Nem vagyok ismerős valahonnan? De. Na, hála Isten. Jó, na honnan, na honnan? Na honnan? Együttes, melyik együttes? A TNT, az. Ne, nem TNT. Vétek, de mindig összekevernek. Attól függ, eléreklem a kicsi gesztenyét, ha akarom. Na, csináljuk, Ángos. Jó gesztenyésed. A pult alatt találsz egy posztert, vedd elő, légy szíves. Várjál már. Na így már ezt elkerüljük. Így jó? Ja, nem én vagyok. Így, né. Igen, a haj, na, ugye? Ki volt az? Hát meg a kor. Állj oda mellé, és kezdj el nagyon-nagyon vigyorogni. Semmit nem változtam az énekről. Állj oda a poszter mellé. Még vigyorgok is egy kicsit, tessék. Tudtátok, hogy bekerültem a Sztárban Sztárba? Tudtátok, hogy bekerültem a Sztárban Sztárba? Rohadt jó vagyok. Igen. Jó, rohadt jó vagyok, azt mondják. Ki mondja én? Nagy tévétek van? Nagy tévétek van? Elég nagy az arcom. Nagy tévé, jó nagy az arcom.
Jajaj, szétégeti a kezem. Ezen a képen kicsit hasonlítok a Varnus Szavérra. Ezen a képen hasonlítok kicsit a Varnus Szavérra, nem? Jaj. Nagyon-nagyon szívesen. Figyelj, fokhagymás, tejfölös. Hát mindenre, mindenkerre. Kicsit majd kend a homlokodat, mint hogyha megégett volna. Gondoltam. Jaj. Egész nap itt állok a tűzhely. Jaj, szálltam, gondoltam, hogy be kell. Úgyhogy megkerem a homlokomat kicsit, mert ne jége. Ti nem kértek? Nem kértek? Rakjak rád is? Elvitelre kértétek? Elvitelre kéred? Van egy különleges akciónk, a saját poszterembe csomagolom be neked. Van egy különleges akciónk, a saját poszterembe becsomagolom be neked. Semmi plusz nem kérek érte. Semmi plusz nem kérek érte. Rakj rá. Szegény Lolli. Nem, szegény, nézd meg. Nincs Lolli. De Lolli. Elvitelre. Lolli. Nem baj. Megoldunk. Téged nem sajnál, csak a Lolli. Tessék. Számla nincsen. Nyugtával dicsérd a napot. Úgy szokták mondani. Kérd el a mikrofont és dudolj bele a kiadó mikrofonba. Halló, 1-2-es teljes zacskó. Mindenkit szeretettel meghívok lángoshozni, fizetni azért elérte, jó? És hát énekelek egy belkus hozzá. Például. Fél után. Fél után. Mert suttogom haza, álmodni, várok rá, nem kérd már, csak a búcsú éjszakát. Megyek a Starman Starba! Benevezek a Starman Starba! Zseniális volt, komolyan mondom, minden hülyeséget megcsináltál, itt tényleg a farca szinte. Egyszer-kétszer azért ott bujkált a kis ördög, majdnem elröhögtem. Egyszer el is röhögtem magam. Nem igen. Na nézzük, milyen pontokat adtok. Kati? Én nekem egy picit jobban tetszett a Sanci. De csak egy kicsit. Nekem tetszett, mindent megcsinált. Benne volt a Starban, Starba, kiesett. Ezért csak ember vagy. Én azt mondom, hogy... Egy szép 8-as. Nyolcas. A sok lángost, ezt így fogunk kinézni. Nem tudom, figyeltétek a pontozást, vajon hol járatunk, de szerintem valahol fej-fej mellett lett az állás. Nézzük meg a pontokat. Egy kis sajt, egy kis lángos, no meg hozzá fokhagymás tejföl, már is megbolondítja a ponttáblázatunkat. Így most Sanyinak 35, Katinkának 44 és Kefirnek 43 pontja van. Az utolsó feladat, az megint egy olyan feladat volt, ami nem voltunk ott, amikor egymást kellett utasítanotok. Ugye a sztori arról szólt, hogy lakótársat kerestek. Mi feladtunk egy hirdetést, igen. Hogy lakótársat kerestek, és hát különböző arcok jelentkeztek, és nem számítottak arra, hogy veletek fognak találkozni. Én is nagyon kíváncsi vagyok egyébként rá, mert még mi sem láttuk ezt a szituációt. Nem láttad? Nem. Most látjuk ezt? Borzasztóan kellemetlen. Úgyhogy nézzük meg rögtön először a Sanyit. Én nem akarnék a Bártosival lakni, nem. Költözzünk össze egy jó nagy házba. Köszönjük, nem kérünk zenésfelára. Bárkit befogadunk, mert néha furcsa hangulatban az utcán járom egy magamban, nincsen semmilyen sem kezd. Én ezt nem, adom a nevem. Most hova mész? Most komolyan most szégyelled a pofán, hogy mi van? Elég erős. Itt hagysz engem itt, kint a teraszon, itt rohadjak meg. Ne csináld már, hagyjuk a hülyeséget, jó? Csáv! Gyere, haver! Vigyázz el, ne esd, gyere! Menjél be a szoba felé! Azt hittem eltörted a kezdetből! Szegény kis rám! Hát nem vagy te fiatal, hogy egyedül lakjál? Hány éves vagy? 21 vagyok. 21? Akkor puszi-puszi. Puszi-puszi. Hát akkor, szevasz, haver! Fordasd, körbe, hogy jól meg tud nézni. Haver, de nagyon izmos vagy, az anyám úristen itt. Ha 18 elmúltál, akkor már ihatsz velem bort. Igyunk egy bort. Elmúltál 18, miért nem? Nem. Figyelj, azért idehozom. Miért nem szereted? Mondjad, hogy rendszeresen Hover. Szoktál inni, szokjon hozzá, hogy itt mindig ivászat van. Itt rendszeresen ivászat szokott lenni egyébként. De azért majd aludni tudsz. Néha. Kivéve, hogyha... Jaj, de jó lesz ez. Most nyomd oda neki, hogy ne igyon bele. Na, húzd meg, haver. Biztos? Megismertél. Megismertél engem? Fekvőtámaszokat mutass neki, és bukfencez az ágyon. Na, figyelj! Hát én birkóztam is meg minden. Nézd ide, ide néz!
Kettő, nagyon sokat lehet okrabből nyolni. Szoktam is egyébként, ellipszis. Mondok, hogyha itt fog lakni, nagyon szívesen megtanítod mindenre. Pont, és minden, majd én kitanítlak, reagódjál. Sőt, önvédelmet is oktatok. Bár azt igazándiból nem lehet, de azt is szoktam. Az lesz a teányom. Sok szó van azt, hogy jövök, tudom, éjszaka már nem is kedvem menni, azt bejövök, itt alszok. Tehát én minden nap lenyomok ebből legalább egy fél órát. Most egy kicsit nyikorog, az zavaró neked? Igen. Majd megolajozzuk. De lehet, hogy kicsit öntünk rá bort, vagy valami. Mi vagy ilyen feszül? Neves kívánosan. Tudsz fekvőtámaszt nyomni? Szoktál gyúrni? Nem. Nem szoktál? Futok. Bukfencelni tudsz? Mutasd már meg legalább az ágyon. Nézd meg, figyelj! Nem csinálom. De mit? Nem tudsz bukfencelni? Ez tök könnyű. Ennyi. Adjál kezébe egy répát, a magadéba is egy répát, és kezdjetek el répát enni. Hát zöldséget csak eszel, bort nem iszol, legalább zöldséget egyél. Tessék, mindjárt eszünk. Tépd le majd a függönyt, tedd a fejedre, és abba mászkáljál. Jáhú! Hát, hogy néha jönnek rád ilyen rohamok, nem kell vele foglalkozni. Néha az a baj, néha, ha nem iszok elég bort. Tedd át rá a függönyt. Na, figyelj! Azt játsszuk, te vagy Ofélia, és én Hamlet. Figyelj, most te leszel. Ofélia, mit akarsz megnézni? És én Hamlet. Kilátás az király. Ezért nem lesz olcsó ez a kecó. Csak akkor, hogyha megfelelő társ leszel mindenben. Na, tessék. Te vagy Ofélia, én meg Hamlet. Hamlet! Rendes, Hamlet! Vigyél a férjére. Vigyázz rá. Egy rendes ember vigyáz a házastársára. Jázd el azt, hogy félsz attól, hogy lehallgatnak, mivel te egy nagyon híres sportoló vagy. A meggyőződésem az, hogy szerintem sokszor egyébként figyelnek, meg lehallgatnak bennünket. Egy csomó poloska van elrejtve. Állítsd fel, és próbálj meg ott körülötte a párnák mögött. Kajmál fel, hogy mik vannak itt, nem itt van. Csak meg keresétek a rejtett kamerákat, és találjátok meg. Egy nyeme van. Nézd meg. A lenyom, úristen, itt az mi? Mondtam én, hogy ezek figyelnek minket. Látod, haver, pont erről beszélek, pontosan erről beszélek. Igazam volt? Na, hát nem tudom én, szerintem van még egy pár. Talán a szeknyéket is meg kéne néznünk. Sanyikám, ez Isten király volt. De mindjárt kivesézzük a történetet, de egy kicsit elmegyünk reklámozni, várjuk Önöket vissza egy pár perc múlva ide a Kapsz egy füles stúdiójába. A meg minden az milyen sport? Nem mondod, hogy birkoztál meg minden. Az milyen az a meg minden? Hányadik voltál meg mindenbe? Magyarország első szak meg mindenezője. Meg minden. Dobogos meg minden. Na nézzük, hogy állnak a pontok. Mit mutat nekem? Nekem 9. Ez ennyire neked egy jó erős. Nekem nagyon tetszett. Neked egy 8-as. Nekem nagyon. Kefir. 21 éves. Szerintem utána visszaköltött inkább a nyúlt. Feküdtünk, tornáztunk, mindent csináltunk a mai műsorban, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy állunk a ponttáblázatba. Most, hogy Sanyi megtalálta ideális lakótársát, a pontszámok a következőképpen alakultak. Sanyinak 58 pontja van, Katinkának 44 és Kefirnek 43. Katika következik. Neked sikerült-e vajon lakótársat szerezni? Nézzük meg. Ez itt a kis házam, az otthonom. Ja, egyébként puszit nem adtam. Szia! Szia! Foglalj helyet. Oda. Úgy, né. Na. Egyébként szoktad nézni a tévét? Persze. És megismertél? Jóban rossz. A kapásban névismerős volt. A jóban rosszban szoktam nézni. Szívesen laknál velem? Néha. Anyám az folyamatosan. Anyukád örülne, ha velem laknál? Az ide költözne. Most jött a feng shui. A feng shuit ismered? A
feng shui szokásait? A kanapéról ülj át a székbe. Át kéne ülnöd oda a székbe, mert az például a kommunikációt segíti. Az például nagyon jó, hogy te magas vagy. Érzed, mennyivel jobban áramlik a csí? Most te érzed, mennyivel jobban áramlik a csí? Ez a belső energia, tudod? Mint hogyha itt ülnél mellettem, és akkor azért porszívózok, hogy a csít felporszívózom, és akkor nem rossz csí, hanem jó csí van. Én ilyen kis tévézős vagyok. Ez például... Így fog ez kinézni. Ez például lehet, nézhetnénk így a tévét. Fel is szeretsz hangosítom. Enni? Szeretsz enni? Komolyan? Van hideg babom. Megkóstolod? Megkóstolod. Király! Mit kérek, a babot? Hozom. Mi jól fogjuk magunkat érezni együtt. Jó? Jót főztem? Köszönöm, nagyon finom érde van neki. Figyelj, egyszerűen én szeretek így. De nagyon kevés ember van, akit így hamar a szívembe zárok. Én egyébként borzasztó hülye. Nem szeretek egy tábort csemegézni senkivel. Nem szeretek egy tábort csemegézni senkivel, csak különleges emberekkel. Menjél ki a hűtőhöz és hozzá be zöldségeket. Mindenfélét, és báboz velük. Egyen nyugodtan. Mondd azt, hogy ez az új műsorod, ki fogsz lépni a jobban rosszbanból, és ezzel akarsz szerencsét próbálni. Mert elárulok neked egy titkot, ott fogom hagyni a jobban rosszbant. De ezt nem mondhatod el senkinek? De figyelj, ezt hétpecsétes titok, mert ha ezt megtudják, akkor ők előbb fognak engem kirúgni. Lehallgatnak, kapcsolt ki a tévét. Hallod? Szerintem egyébként lehallgatnak folyamatosan. Van itt egy kék furgon mindig, majd megmutatom mindjárt. Itt. Tényleg azt hiszed, hogy hülye vagyok, de nem. Állít egy furgon. De amúgy hülye vagy. Egy kicsike furgon. És szerintem azok folyamatosan figyelnek. De nem csak engem, szerintem másokat De nem csak is. Engem, hanem szerintem másokat is, más kollégáimat is figyelik. És szerintem bábozd el, hogy hogy figyelnek. Ez a kék furgon. Ezek mi vagyunk. Ezek így figyelnek. De bújjál, bújjál. Így figyelnek minket. Hello! Nagyon figyelek! Gonosz répa! De most vagy hiszed, vagy nem, esküszöm, hogy ott áll egy kék furgon állandóan. Igen, tedd le a zöldséget és hozd a távcsövet. Mi tudod, hogy a másik szemével nézem. Gyere! Próbálj belenézni. Most mennek el. Most el. Semmi nem volt. Nézd meg, próbálj belenézni. És azt mondja, hogy gyere. Látja. Látod? Ezek. Most mennek el. Ez tuti gonoszság. Ezek azok, akik állandóan figyelnek. Simogasd meg a hátát, hogy ugye vigyázni tudsz rám, hogyha itt fogsz lakni. De hogyha valami gázol, meg tudsz védeni? Komolyan? Persze. Biztos? Jó! Geniális! Na fiúk, pontozunk föl Katinkát, vagy le? De szerintem eddig a legjobb volt. Én azt gondolom, ez zseniális volt, így van. Karaj volt. Mi is, nyomjuk meg Tomikám a gombot. Miért? Mert hogy? Azért 9, nem én 9. Nem, a 10-es a tökéletes. Ez majdnem tökéletes. Ez majdnem az. Majdnem tökéletes. Mi adjunk egy 10-es. Számunkra tökéletes. Köszönöm. Nagyon jó szórakoztunk volt. Na de most jön. A mi kefírünk. Na nézzük. Üljél bárhova, tessék. A kanapéra üljön. Gyere, üljél itt. Csücsre. Epciás vagyok. Ülj mellé. Nálunk miért? Mert itt szoktam ülni, üljél a részesre. De most mégis mellé ülj. Na jó, akkor ülj mi neketten oda. Na, az a csak a bizalom miatt. Csak a bizalom miatt, na. Csapkod meg a combját. Na, mondjad, Mivel foglalkozom? Hát kereskedelembe akarok elhelyezkedni egyelőre, most az építőiparban dolgozom. Vedd elő a füzetet, jegyzetet. Szóval, normális munkát akarok találni. Jegyzetelek, ha nem baj, nem tudom, hogy az első. Igen? Megismersz. Megismertél amúgy engem? Nem. Honnan kell? Ismersz meg? Hát, tévéből, énekes vagyok. De most a Starbonstárban is benne lesz. A Starbonstárban is benne lesz. Nem celeb énekes. Menj el az elipszisgéphez és mozogj rajta. Na, mondd, hogy az izmai inspiráltak. Inspiráltak az izmaid egy kicsit. Hangosan szoktad nézni a tévét? Kinek mi a hangos, fele tudja. Ennél halkabban szoktam hallgatni. Ha mutasd meg, tessék. Az baj, mert én nagyon hangosan szeretem. Én nagyon hangosan szoktam hallgatni.
Tedd full hangerőre. Az zavar, hogyha én így nézem, mikor alszol. Kb. 40-esen. A másik szoba az ott van, de az az enyém, ott én alszom. Figyelj, majd semmit nem lehet ám áthelyezni, pont a feng shui miatt. Feng shui is vagyok nagyon. Mindenek ott kell maradnia, mert így jön a lóvé, rendesen. Igen, meg az energiák áramlanak, stb. Így áramlanak az energiák. Az ágyadat is úgy állítottuk be, hogy nehogy vízére legyen. Ágy is úgy van beállítva, hogy nehogy vízére legyen. Készülj fel, én hazajövök a fellépésről, és csomószor alva járok. Fé, és hánykor fogsz hazajárni? Vagy éjszakai bokár vagy nem? Mert az van, hogy én jövök haza fellépésben, általában éjszaka jövök haza. És nagyon-nagyon rosszul alszom, meg iszom is. Általában ilyenkor beitalozok, mondhatni részeg vagyok, és alva járok. Akkor le kell, hogy ültessél ilyesmit. Olyankor egy kicsit vigyázni kell rám. Le tudsz ültetni, vagy... Majdnem kiestem az erkélyen ezen. Ilyeneket nem tudsz vállalni? Nem, biztos nem. Egyszer majdnem kiestem az erkélyen, úgyhogy nagyon igen, fontos lenne. Csinálok, és azért is kell nekem a lakótás, mert lassan meg fogom itt magam ölni. Ez a legnagyobb bajom, nem? Biztos olyan, fogom magam, bejövök, nyitott szemmel. Leszakítom a függöny. Valakivel, tehát ne vicceljünk már, nem. Na. Jaj, nem menj már. Nem menj már el, nem. Egy sört. Egy sört igyál már velem, valami. Légy szíves, ne hülyeskedjél már. Kefir, jól sejtem, hogy nem költöztetek össze. Nem. Konkrétan utána kellett szaladni. Gondolom. Konkrétan sajnáltalak már. Neked milyen volt, hogy érezted magad közben? Ez kínos volt egy kicsit talán, nem? Én a jógánál azt hittem, hogy az lesz a legkellemetlenebb, de ez még kellemetlenebb. Ez olyan intimebb a közegben. Jaj, gyerekek, hát megint pontozni kéne. Sanyi egy 7-est villantott. Sanyi, nekem 8. De jó, befizestene! Jobb volt, hogy bárki. Nem tudjuk, hogy ki hogy áll pontosan. Nagyjából sejtéseink vannak, de azért nézzük meg, hogy áll a pontozás vonatkozásában. Katinka bombabiztos színészi teljesítményével berobbantotta magát az első helyre. A pontszámok Katinkának 73, Kefirnek 68 és Bárdosi Sanyikának 58 pontja van. Elérkeztünk az eredményhirdetéshez, és utalva kicsit az egyik feladatra. Ünnepélyes eredmény. Ünnepélyes eredmény. Fantasztikus fődíjaink vannak. Az első és a második helyezett. Aki tulajdonképpen két első, majd, hogy nem. Van némi pontkülönbség, de hát természetesen. Győztesünk. A mi drága Katinkánk. Katinkánk. A hölgy a csapatban. És hát ajándékod egy füstölőm.